Miatt köszönöm szépen a lehetőséget. Most legelőször is megpróbálom megosztani itt a képernyőmet. Nem tudom, hogy ez így akkor látható-e. Igen. A beteggel kapcsolatban egy kis háttérinformáció, egy 61 éves férfi betegről van szó, aki azzal jött be a rendelőbe, hogy korábban járt fülorgégészeten, mert a nyak bal oldalán nyirokcsont megnagyobbodás volt észlelhető, és ennek megfelelően a fülorgégészek ebből citológiai mintát vettek, és akkor a mintából fölmerült az, hogy esetleg ez papilláris eredetű karcinoma, az a nyirokcsont egyébként egy áttétnek tűnt. És ezt követően én az újonnan kölcsön kapott ultrahanggal végeztem el a vizsgálatot, amiben most 15 másodperces képsorokat tudtam rögzíteni, mert az ultrahang az ennyit tud, vagy ennyire alkalmas. Összesen 4 rövidebb felvétel van, most itt az elsővel kezdenénk, ami a pajzsmirigynek a jobb lemenyét ábrázolja, és akkor az a tervem, hogy először lejátszom egybe a videót, utána pedig visszatekerve lassítva is, és akkor egy néhány gondolatot, legalábbis az én gondolataimat elmondanám a felvételhez. Jó, tehát ugye ez volt első, most megpróbálom egy picit lelassítani a felvétel sebességét. És kezdve itt az első gömb, ami igazából egy jól körülhatárolt gömbnek tűnik, ami még haló is megfigyelhető. Hát ehogenitását tekintve ez egy izoehogén, illetve egy nagyon enyhén, talán hipoehogénnek is vélhető. A szél az láthatóan szabályos. Illetve hát megfigyelhető az, hogy a pajzsmirigynek az alapszerkezete azért az meglehetősen inhomogén. És akkor mutatnám a másik köböt is, ami ugye a hosszanti átmetszetű képen látható jobban, ugye itt erről a göbből van szó, aminek a széle hát szintén részint szabályosnak tűnik, bár azért vannak olyan területek, ahol nem vehető ki egyértelműen. Az ehogenitása ennek is azt gondolom, hogy hipoehogénebb a környezeténél, és vannak benne még kifejezettebben hipoehogén részek. És hát nyilván Igen, csak azért. És nyilván pedig alapvetően a pajzsmirigynek a szerkezet, az pedig egy homogén szerkezetű. Az első felvétel az ez lett volna, aztán hogyha most van hozzáfűzni valók, akár most is lehet, de szívesen visszakapcsolok utána a videó, mikor miután megnéztük. Miből volt a mintavétel? Miből volt a mintavétel? Azt ezután mutatom meg fölösen a mintavételt, miből volt, mert ebből a gömbből éppen nem csináltak mintavételt a citológusok. Mutatom a következő felvételt, ami pedig a pajzsmirigynek a bal lebenyét ábrázolja. Szintén ezt is próbálom egyben mutatni, és akkor utána pedig lassítva. Akkor tulajdonképpen, hogy a bal lebenyő van szó, hogy ez az elváltozás az, ami az érdekes, vagy ami a legkifejezettebb ebben a lebenyben. Itt ez egy alapvetően szolid göbnek gondolom én, aminek cisztózus elfajulása figyelhető meg, és ebből már történt mintavétel, tehát ebből a citológiai mintavétel megtörtént. Amit itt látok, ilyen granulációkat, ezt én azt gondolom, hogy posterior backwards effektus, hiszen ez cisztózus területek közelében figyelhető meg elsősorban. Itt látható egy kisebb gömb, ami hát nem is ér az 1 cm. És ebből a területben egyébként volt citológiai mintavétel, és meglepő módon egyébként ez benignusnak mutatkozott, tehát stroma gömbnek. Bár itt én azt látom, hogy ennek a gömbnek azért ez is meglehetősen nehezen vehető ki, és dobul át a felszíne, de a képen talán különösen úgy tűnik.
Jó, és akkor mutatnám az ISMUS-ról, az ISMUS-gőbről készült felvételt, szintén egyből az egészet. Gyakorlatilag ez az elváltozás, ami hát ugye így hipoerogén elváltozásnak tartható, és hát ennek a határa is nehezen vehető ki, szintén egy mosódott határú gőb. És ennek a mintavétel eredménye az pedig ebből hozta ki a papillális pajzsmirigy karcinomát, úgyhogy ez tekintető a szintadó elváltozásnak. Mi az ultrahang szerkezet is ezt azért alátámasztja. Jó. És akkor a negyedik rövid videó pedig a nyirokcsomó áttétek láthatók. Itt kettő nyirokcsomó érintett egyébként, hogy ezen a felvételen két nyirokcsomó látszik. Elnézést a felvételek minőségére, mert azért ez nem egy gyakorlott ultrahangos keze. Jó. És akkor hát alapvetően ugye itt nyilván a nyirokcsomóban megfigyelhető az, hogy itt egy nekrotikus degenerációnak tűnik, vagy annak gondolom én legalábbis. Itt a superior, tehát a felső pedig a nyirokcsomó, esetleg ez lehet mikrokalcifikáció, én olvashatom szerint. És igazából ezeket a felvételeket készítettem erről a betegről. És most nyilván a ütét az még nem volt, tehát miatt egy picit tolódik a történet, de az is folyamatban van. A szövetnél ez négyre a szövet nem tudok majd számolni. Akkor szerintem maradjunk is itt. Jó, ezeket az esteket szeretném volna. Jaj, valami akartam. Most nem kap levegőt, maradtam. Szerintem visszatehetnéd akár a videókat, valamelyiket. Jó. Ez teljesen van negyedik. Akkor ez a... Ja, jó, mindegy, amelyiket gondolod. Jó, negyedik. Legyen a negyedik, mert az is. Ez egy, azt gondolom, hogy önmagában majdnem diagnosztikus értékű, egy nyakon ilyet látni, hogy ez metasztális, rettenető gyanús, biztos, hogy bőven 90% fölötti a valószínűsége. Úgyhogy ez egy nagyon szép eset, meg ha ugye ez egy nyirokcsomó konglomerátum, mert hogyha lejátszod a videót, akkor lehet alatta fölötte is látni másokat is. Szóval azért ez nem nagyon tud más lenni. Az biztos, hogy a baloldali, azaz most gondolom a fősőben, az mikrokalcifikáció ott abban 100%, vagy majdnem 100%, hát a másiknál is inkább a szöveti részben van. Szóval ez egy nagyon impresszív kép, szerintem. Ezen kimondták, hogy megtartozások a nyakorzó? Igen, abszolút kapítatók voltak. Ez vette észre a beteg is egyébként önmagán. Most erről a betegről még azt kell tudni, hogy valószínűleg nincs köze egymáshoz a kettőnek, de ő neki volt már egy prostata karcinomája még 5 évvel ezelőtt, abból kigyógyult. Aztán volt egy meningeómája, ami miatt megműtötték. Azóta szaglás érzékre is terveztette. Nyilván ez egy különösen vulnerábilis periódus ebben a tekintetben, de mindegy, ez a műtétnek a mellékhatása volt. És most itt van ezekkel a nyirokcsomó konglomerátumokkal, ezért ment el a fülorgépészhez igazából. Van akinek ez az utolsó videóhoz a megjegyzése? De nagyon szépen látszik, igaz? Oké. Okay. Azt nem tudom, mire várunk a műtéttel, Zoli. Mikor leszek? Őszinte leszek, mert a betegnek utána nézek egyfolytában. Hát most fölvették már az egyik bizonyos klinikára itt Szegeden, és aztán kiderült, hogy Covid pozitív, és elküldték haza. Hogy ha megszűnik a... Tehát ha lejár a karanténja, akkor utána ismét jelentkeznie kell, és akkor van karanténja. Tehát most ilyen ok miatt nem történt még meg a műtét. Ha visszamennél a hármasra, az ISMUS-ban lévőre még. És? Most ha a mai témánknál vagyunk, itt ha így megállítod, ez teljesen jó. Ugye ennek a göbnek a ventrális része az úgy néz ki, hogy talán pajzsmirigy parenchimával fedett, tehát amikor ilyen
ugye extratiroidális terhelés a mai téma. Tehát ez ventrálisan nem merül föl, viszont amit az ember nagyon ritkán szokott nézni, a dorzális rész, a trahea felüli résznél, majd árnyalom ezt a dolgot, de ha mai témánkban is kapcsolódik, hogy a dorzális rész az teljesen neki fekszik a traheának. Ha videót lejátszanád, elindítanád esetleg, tehát ez az érintkező felszín, ez, amire a irodalom azt mondja, ez az abutting, abutting kontúr, ez itt a dorzális részen, bizonyos részeken lehet látni, már csak hogy a mai témához kapcsolódjunk valamennyire. Zoli, nekem az lenne a kérdésem, hogy ezen a bemutatott eseten tényleg nagyon szépen látszik, hogy a jobb oldali gögök azok benignusnak néznek ki, a bal oldali, illetve az isztikus az, ami felkelti a gyanút. De ha nem ennyire egyértelmű az ultrahangkép, a technicium szintigráfiát segítségül szoktátok hívni, amikor több gög van, hogy elkülönítsétek, hogy miben érdemes beletúrni, vagy az izotópot nem használjátok a napi gyakorlatban. Hát ugye itt elsősorban, ezt nem mondtam lehet a betegnél, hogy a pajzsirid funkció az normális volt, vagy eutirozis volt a betegnél. És hát bizonyos esetekben esetleg igen, én ezt olyan esetben szoktam ajánlani a betegnek, vagy használom, hogyha még végtébb elzárkózik a citológiai mintavételtől, és semmilyen más esélyt nem látok arra, hogy ezt a köket próbáljam pontosabban azonosítani, legalábbis a digitását, akkor elvétve előfordul, de napi rutinban én nem szoktam ezt segítségzni. Nézd, ami visszintén gondolsz? Nem, a sima technicium tartozik. Tehát a hideg gömb, meleg gömb, forró gömbnek a kondítésére. Nem. Nem, de esetleg mi szintén, ugye, ahogy esetleg malignitásra gondoljuk. De amikor érkezik az ultrahang, szerintem akkor következő lépés a műtét. Citológia után. Nem, én a citológia előtt kérdeztem, tehát én erőszeretettel használom, nekem elég sagutarján van, elég jó együttműködők a izotoposokkal, és gyakorlatilag ahogy jön a rendelésre a betegnél, megnézem ultrahanggal, akár még aznap el is tudom küldeni, látom is az izotopot, és még aznap meg is tudom szúrni, tehát egy megjelenésnél ezeket meg tudom csinálni. És amikor a több gömb is van, akkor az elkülönítése, amikor nem ennyire egyértelműen szép a ultrahangos kép, hogy melyik veti fel a malignitás lehetőségét, én azért ezt fogtam használni, hogy, mert hogyha egy-egy túlműködő, egy-egy kicsit meleg gömbnek vagy forró gömbnek imponáló képedbe kevésbé szúrok bele, mint egy hideg tetteben. Mi nem szoktunk ilyet csinálni. Erre van most ugye egy vizsgálat, hogy a MIBI szintivel vetjük össze, mint amit ugye a debreceniek is leírtak, de szerintem MIBI szintigráfiát akkor csinálunk, ha előadatkozásunk és radiójöttezelést akarunk csinálni. Tehát így, mint a ultrahang szinti együtt, azt kell, hogy mondjam, elvétel van. Akkor lehet, hogy vagyok. Szóval mindenki szólhat, Gábor. Igen, nekem a Gézával egy kicsit ugye egyetértve szerintem ebben most a konkrét esetet is figyelembe véve, hogyha sok gömb van a pajzsmirigyben. Nyilván itt azért, hogyha jól megnéztük, itt az iszmus gömb, az nyilván gyanús. A lebenybe levő eltérés is, azért akármennyire is voltak, azért ott is felmerül a gyanújára. És ami elhangzott az utóbbi, a legutóbbi Zoom meetingen, azért ugye az összes gyanújelet azért azt a papilláris karcinomára tudták megmondani. A follikulális karcinom az tud nagyon-nagyon fura képeket mutatni. Tehát magyarul, hogy a sok több van a pajzsmirigyben, én is szoktam kérni szintigráfiát, segíti azért azt, hogy mégis tényleg melyik az, amit esetleg érdemes megszúrni, hogyha bizonytalan vagyok benne. Tehát kettőnél többet nem nagyon érdemes megszúrni, nem nagyon szoktam én megszúrni egy pajzsmirigyből, hát pedig néha ennél több
nagy előfordulhat a pajzs, előfordulhat. A másik pedig, hogy itt konkrétan a jelen esetben, hogyha tudtuk, hogy van gyirokcsomó áttét, akkor láttuk, hogy van sok gömb a pajzsmirigyben. Én biztos, hogy nem szúrtam volna bele a pajzsmirigybe, mert úgyis megoperáltattam volna ezt a pajzsmirigyet. Tehát van egy papírcsomagcidom áttét, egy tanulja, szerint van egy több gömbbel a pajzsmirigy. Most megszúrták ugye a bal lebeg, negatív lett, mégis meg lett operálva, nem? Mert az iszkodik is meg lett, hogy talán szúrva, de... Én azt gondolom, hogy így megszúrtam volna meg. El tudom fogadni azt, amit mondasz, nyilván itt az egyetlen dolog, amiatt megszúrattam, az volt, hogy ez időhúzás, tehát plusz időt nem okozott, hiszen olyan szerencsés helyzet volt, hogy ezt másnap meg tudták csinálni ezt a mitavételt pont. Nyilván közben párhuzamosan elindult a sebészet, vagy itt a filogégészet és a konzultáció, hogy ezt a műtétet minden hamarra megcsinálja, tehát időveszteséget nem okozott a betegnek. Valóban így van, hogy a mintavétel az kérdéses, igen, hogy ezt mindenképpen meg kellett volna csinálni. Ez a dolog miatt csináltam meg. Mikor ilyen időkocsomban, akkor később, hogyha lesz, akkor munka nem tudott elpásni, hogy egy műtét lesz, hát nem szelektálunk, hogy melyik a jó indulatról, hogy melyik a nem tudott elpásni. Egy nyilvcsomók is lehet állítása kellene, így van. Együtt, igen. Azért volt egy körülmény, ami lehet, hogy csak elméleti dolog, de hogy volt egy prostata karcinomája a betegnek. Prostatát ugye én még nem nagyon láttam pajzsmi áttétet adni, de azért ilyen szempontból nem biztos, hogy olyan nagy tragédia, hogyha ebbe beleszúrunk. Viszont, amit a Géza felvetett, Tamás, neked mi a véleményed? Te nem használsz nyilván a magánellátásban, meg hogy a saját ellátásodban gyakorlatilag az ultrahang ott van kézben, ultrahangcitológia egyben megcsinálod, de nincs olyan helyzet, hogy az izotópot megvégeznéd? Egy ilyen, amikor több gömb van. Mondjuk van tényleg 4-5 gömb, és azért 4-5 nem teljesen mindegyikben igaz. Hát én, hogy a hajnalán izotóp laborba kezdtem a pályafutásomat, utána meg elmentem, csupa olyan helyen dolgozom 25 éve, ahol nincs közvetlen elérhetőség izotóp labornak, persze bármikor meg tudom csináltatni, csak egy plusz terhelés. Tehát én 2006 óta hamarabb, mindegy, azt a protokollt követtem, amit 2006-tól lett elfogadott, hogy csak alacsony TSH-nál kötelező az izotópot megcsinálni. Ugye a protokoll szerint Mugynál és Golyvánnál is van jelentősége. Én egy szempontot látok még, ami időnként plusz indikáció, az pedig pont a follikulális tumor, mert egy autonóm adenóma az kinézhet follikulális tumornak. Ugye evidens, hogy egy autonóm adenómánál, amíg a TSH normális, nincs terápiás konzekvenciája, hogy kimutattuk-e, hogy autonóm adenóma vagy sem, mert csak akkor lesz vele terápiás teendő, hogyha hipertiroidisossá válik. Tehát, hogyha van egy gömbünk, nem tudjuk, lehet, hogy autonóm adenóma, de amíg eutiroid, addig hiába mutatjuk ki, nincs belőle terápiás konzekvencia. Viszont egy follikulális daganat képét mutató elváltozásnál az autonóm adenóma benne van a nevébe, ezeknek a nagy része follikulális szerkezetű daganat, tehát ott még lehet jelentősége az izotóp vizsgálatnak. Tehát ez előfordult már nem egyszer a gyakorlatomban, hogy csak ezért kértem, hogy follikulális szerkezetűnél belüljön, hogy esetleg az-e vagy sem. Igen,